álmában is ad eleget. Édesanyánk lánykorában történt meg ez a csoda, mit azóta sem felejtett, és én sem felejtek soha. Nagyon szegények voltak, ünnepi ebéd ritkán volt, de a krumplilevesért is szívükben hála vonult. Nem volt külön imaház a kis faluban, hol laktak. Egy szobában jöttek össze, ahol imádkozhattak. Valanéni otthonában volt így a gyülekezet, hova a pár budko hívő vasárnap igyekezett. Valanéni tehetős volt, méteráru boltot vitt, és a szegény helyzetébe beleérezni nem bírt. A húsleves természetes ebéd vasárnaponta, s hogy van, kinek mégse jut rá, ezt ő meg se gondolta. Egyik vasárnap délben, az istentisztelet alatt, a szoba melletti konyhából húsleves illat haladt, és betöltötte a termet, orrukat csiklandozva. Nagymamánk is nagyokat nyelt, majd a végén ezt mondta. Valami megkívánnám, adjon egy kis húslevest. De ő csak mosolygott, és úgy tett, mint aki siket vagy rest. Nagymamáik hazamentek, és ő minden megdacára, krumplilevesét hálával tette fel az asztalra. Este, amikor lefeküdt, és jó szokása szerint Úr Jézussal megosztotta örömét, búját nekünk. Hálát adott minden jóért, kért holnapra új erőt. Párnára hajtott a fejét, és szemére álom jött. De még milyen jó álom! Úr Jézus megvendégelte, tyúkos levessel, és ehetett még meg nem elégelte. És volt még második fogás, túros bélest is kapott. Három napig nem volt éhes, az álom rá így hatott. Gyermekei mondták többször, anyuka, ma már egyél, de cseppet sem vagyok éhes, kislányom, nyugodt legyél. Következő vasárnap nem tartotta ezt magában. Elmondta a testvéreknek, hogy lakott jól álmában. És hogy azután három napig nem volt érség érzete. Valanéni csodálkozott, hogyan félreértette. Azt hittem, csak üdvből kéri akkor azt a húslevest, mert én tényleg adtam volna. Magát mentve mondta ezt. Nagymamát már nem izgatta. Bocsánat kérést sem vár, mert Úr Jézus vendégeként sokkal, sokkal jobban járt.